aranyeső a szép kis házra, aranyeső a családom rajta. Az eddig évektől kicsit eltérve, de megrendezték a 8. nemzetközi tambura találkozót Bátán. A fesztivált eddig minden évben július első szombatján tartották, az idei esztendőben azonban ez másként alakult. A mai napra azért esett az a választás, ugye, mert eléggé kitoltuk az időpontunkat, mert hát nagyon sok rendezvény volt a faluba, és hát nem szerettük volna, hogy a 2020-as évben elmaradt ugyan a Tambura Fesztivál, a 21-et már nem szerettük volna úgy zárni, hogy nem történik meg ez a jeles műsor, mert hisz elég nagy közönségünk van, és hát ez egy hagyomány. És a hagyományokat őrizni és ápolni kell. Tolnasomogy, Baranya, Bács-Kiskun, illetve Miskolc, tehát nagyon-nagyon sok helyről, illetve Szerbiából is jönnek a Mendikus zenekar, tambura zenekar. Tehát ők is meglátogatnak bennünket, ők is fognak egy előadást tartani. Tizenkét bográcsban főztek marhapörköltet, lecsót, csirkét, amiből az ide látogatóknak is jutott. Balogh László úgy nyilatkozott, az esemény legfontosabb célja az, hogy megismertessék az emberekkel ezt a hangszert, és továbbadják a zene szeretetét. Van nekünk egy szlogenünk, amit úgy hívnak, hogy előttem az utódom. Tehát szeretném, hogyha a mi tamburánkat továbbvinnék azok a fiatalok, akik most jelenleg tanulók, kezdők, majd egy 20 év múlva ők is ugyanazt csinálják, mint mi. Remélem megmarad ennek a falunak ez a híressége, nevezetésége, hogy a bátai tamburások. Mi már lassan kiöregszünk, nem tudok fogni már a kezemmel, tehát a bőgő, a nagybőgőt ugye használ, aki használja, tudja azt, hogy nehéz lefogni a hangokat, de vannak már utánpótlásaink is. Szeretném, ha majd ők zenélnének az elkövetkező időszakban, én csak már mint megfigyelő vennék benne részt. Megyek, megyek a szóra, megyek, hát találom sehasem a helyet. A bátai Balogh családban nagy hagyománya van a zenélésnek. Az előbb látott formáció 5 tagjából 4-en közeli rokonok. László a rendezvény főszervezője, már csak énekel, testvére Imre tamburázik, az ő fia Attila nagybőgőzik, és unokája szintén tamburán játszik az együttesben. Mi egy eléggé nagy zenész dinasztia vagyunk, hisz én muzsikáltam még öregapámmal. Öregapám 1886-ban született, és 1965-ben már zenéltem vele. Tehát eléggé úgy van, hogy apáról, nagyapáról fiúra ment a zenei átadás. Nem tudom megmondani neked, mióta zenélek. Kisgyerekkorom óta, most 64 éves vagyok, visszamenőleg 50-et biztos, hogy tudunk számolni. Tehát 50 éve biztos, hogy zenélek, és hát nekem is vannak gyerekeim, a Dávidnak szeret, továbbadtam, ő már folytatja zenénket, illetve a Dávidnak van egy kislánya, aki már most ő is zenél. Életünknek egy nagyon nagy része, hisz akinek nincs múltja, annak jövője sincs. És bízok benne, hogy a múltunkat meg tudjuk úgy örökíteni, megőrizni, ahogy tovább tudják vinni a fiataljaink. Azonban nem csak a romák körében örvend ilyen népszerűségnek ez a hangszer. Jöttünk föl, bátaiak vagyunk alapvetően a zenekarra. A kezdetekben csak bátai tagból állt a zenekar, és törzsökeres bátaiként nyilvánvaló volt, hogy tamburán fogunk zenélni. Amikor felvetődött ez az ötlet, hogy mi elkezdünk zenélni, akkor átmentünk a papához, és ő tamburás, és ő autodidakta módon tamburán tanult, és mi tőle megtanultunk. Igazából ez adott volt, nem volt más hangszer, tamburát a kezünkbe adták, és ezen kezdtünk el zenélni. És akkor innen már egyenes út volt a tambura zenekar, és így a bátai tambura találkozó vagy fesztiválhoz is. Én 14 éves, a testvérem pedig 10 éves volt, amikor elkezdtük ezt,
és akkor még itt a Bátai iskolában volt egy tambura oktató, Csürei Attila, és őt letanultuk, és majd később a gimnáziumban port ki egy zenekarra ez a kezdeményezés. Én gyerekkorom óta így a zenészekre úgy néztem, mint egy félisten, hogy aki hangszer fogott a kezébe, az nem tudom, valami csodát művelt, és nekem ez így belém lett oltva szerintem kicsikén olyan tejjel, hogy nekem zenélnem kell. És egyszer csak így unatkoztunk egy nyári szünetben, és akkor így belevettük, valamit kéne kezdeni, és anyukánk furulján tudott játszani, és egész délután én ott szenvedtem vele, elkezdtem játszani. És a testvérem hazaért, és ő meg, mit csinálsz? Odaadta a hangszert a kezébe, hát jó, és eljátszott azt, amit én egész délután kinkeservesen megtanultam. Odafigyelünk az utánpótlásra, illetve itt a bátai fiatalokat, akik hasonlóan kezdték, mint mi, ilyen idősen, őket azért így próbáljuk magunkkal vinni, és így koordinálni a sorsukat, meg terelgetni erre-arra őket, úgyhogy abszolút odafigyelünk erre.